Sziasztok! A mai alkalommal Magyarország részvétele a II. Világháborúban lesz a témánk, és ennek az első része. A mozaikos könyvből fogunk tanulni, mert egyrészt az rövidebb, összeszedettebb, és jövő héten csütörtökön ugyanis ebből röpdolgozatot fogok iratni két leckéből. A Magyarország a II. Világháborúban 1, és Magyarország a II. Világháborúban 2 leckeszámot, azt ne nézzétek. Na, ott tartottunk Magyarország történeténél, ugye, hogy amikor Hitler hatalomra került, akkor a magyarok lehetőséget láttak abban, hogy esetleg Hitler segítségével a revíziót, azaz a területek visszaszerzését, a trianoni békében elcsatolt területek visszaszerzését, azt majd támogatni tudják a németek. A revíziónak lett is úgymond sikere, idézőjelbe, hiszen majd megjön az ára is, de mondjuk azt, hogy akkor sikere. Ez még a háború előtt is két terület tért vissza, hogyha emlékszünk rá, 1938-ban az első bécsi döntéssel a Felvidék déli része, és 1939-ben a Magyar Honvédség megszállhatta Kárpátalját. Ez még ugye a háború előtt volt, a háború kitörése előtt. A magyarok mind a két területet ugye a németeknek köszönhették, hát Bécsben konkrétan német-olasz döntőbíráskodás volt, az pedig, hogy a magyar hadsereg bevonulhatott Kárpátaljára, az annak volt köszönhető, ugye, hogy Hitler megszállta Csehországot, és a magyaroknak ezt megengedte. Ebben az időben ugye Teleki Pál volt a miniszterelnök. Na nézzük egyébként a revíziót, ugye mondtam, hogy a revíziót könnyű megtanulni, mert elindulsz az óramutató járásával megegyező irányba, és minden évben van egy siker. 38, 39, 40, 41. Jó, látjuk, hogy az utolsó az 41, nem hiába, hiszen ekkor aratja az utolsó sikereit ugye a német hadsereg. Tehát látjuk, hogy a revízió is csak addig van, amíg a német hadsereg sikeres. Na, ekkor a miniszterelnökünk, itt a területeket tudod majd megnézni, még mindig nem a miniszterelnök, hogy a Felvidék visszatérése ugye egy igazságos döntésnek nevezhető, hiszen a magyarok aránya közel 90% volt. Kárpátalja tekinthető a legkevésbé igazságosnak, itt nagyon alacsony a magyarok arányszáma, 10%-ot sem éri el. És akkor a következő kettő pedig, húzhatnék egy vonalat is, már a háború alatt tér vissza, 40-ben Észak-Erdély, a második bécsi döntéssel, és 41 áprilisában a Délvidék, szintén a magyar hadsereg bevonulásával. Ha valaki logikát keres, akkor mondhatjuk azt, hogy ez első bécsi döntés, tehát döntés, bevonulás, hadsereg bevonul, döntés, második bécsi döntés, bevonulás. Tehát még így is tök jó logika, tehát logikailag tök jó sorrendbe tudott rakni. Na most ekkor a miniszterelnökünk, Teleki Pál, aki egy új politikát fogalmaz meg, a fegyveres semlegességet. Biztos, hogy kérem a dolgozatba is, ha lehetne, a Wikipédiáról másoljátok ki, mint itt is a dogába egy-két dolgot, hanem értsétek meg, és a saját szavaitokkal nyugodtan magyarázzátok el. Tehát fegyveres semlegesség. Mind a két szót értelmeznünk kell. Fegyveres, azért fegyveres, mert Teleki szerint szükségünk van a magyar hadseregre. És azért van szükségünk a magyar hadseregre, és a magyar hadsereg fejlesztésére, mondja Teleki, bocsánat, azért van erre szükségünk, mert attól fél, hogy megismétlődik az első világháború utáni helyzet, amikor ugye a románok, szlovákok és a jugoszlávok, tehát a szerbek Magyarországra támadtak. És úgy gondolja Teleki, hogy a magyaroknak kell egy hadsereg, egy erős, jól fölfegyverzett hadsereg. Körülbelül egy félmilliós hadserege van Magyarországnak, úgy cakli-pakli, és ezt ugye elkezdik fejleszteni győri programra, ha valaki emlékszik, tehát hogy tankokat, repülőket is fejlesztenek, stb., tehát hogy ez ugye készen legyen. De semmiképpen nem akarja azt Teleki, hogy ezt a haderőt a németek oldalán vessük be, mert minek? Vagy azért, hogy a németeket támogassuk, ugye? Tehát, hogy ennek nincs értelme, és hogyha, mivel Teleki meg van győződve helyesen, hogy a németek elvesztik a háborút, ő úgy gondolkodik, hogyha a németek oldalán bevetjük a haderőt, egy vesztes háború végén nem lesz hadseregünk se, aztán majd a szomszédok jól megtámadnak minket. A semlegesség pedig azt jelenti, hogy nem lépünk be a II. Világháborúba. Ezt a politikát találja ki Teleki, ezt próbálja megvalósítani, hát nem sok sikerrel, de
ez nem csak rajta múlott. Egyébként elolvassuk ezt a forrás részletet, ezt Telekinek a visszaemlékezés, vagy hát Telekinek a gondolatait. Nagyon sokszor szerepel érettségi, írásbe érettségén is egyébként. Nézzük, hogy ő hogy fogalmazza meg a fegyveres semlegességet. Én felolvasom, hallgass meg, döbbenetes igazlátása van Telekinek. A németekkel kell mennünk, mert másképp nem lehetséges, de csak egy bizonyos pontig. Ez a pont, ez a határvonal, a háborúban való részvétel. Ezt semmi esetre sem fogjuk megtenni, mert idegen érdekekért nem fogunk vérezni hiába. De borzalmas nehéz. Talán lehetetlen ellenállni. A revízió a legnagyobb veszély, amely fenyeget. De ezzel nem tehetek semmit, mert belebukom. A közvéleményünk meg van őrülve. Mindent vissza. Akárhogy, akárki által, bármely áron. A revízióba bele fogunk pusztulni. Ez fog minket a háborúba belesodorni. Ha Erdély visszajö, ezzel örökre elköteleztük magunkat a németeknek, akik majd aztán követelik az árát. És ez az ár a velük való háborúzás lesz, az ország maga lesz az ára a revíziónak. Ugye itt látjuk a semlegességet, tehát ugye mindenképpen kénytelenek vagyunk a németekkel menni, mert csak tőlük remélhetjük a revíziót, de csak egy bizonyos pontig, mondja Teleki, ez pedig a háborúba való belépés. De nehéz lesz, írja, mert a revízió miatt ez szinte lehetetlen megvalósítani. Hiszen ugye a közvélemény nem lehet arról meggyőzni, hogy nem kell az a sok terület, de a revíziónak ára van, amit a németek ugye meg fognak kérni, és ugye az lesz az ár, ezt Teleki nagyon jól tudja, hogy amint a német hadsereg szorult helyzetbe kerül, követelni fogja, hogy a magyarok a hadseregükkel támogassák őket a háborúba. Teljesen igaza lesz, ez így is fog történni, és szerintem ez a félmondat talán az egyik legdurvább, az ország maga lesz az ára a revíziónak. Tehát ezekért a visszajött területekért föláldozzuk a trianoni Magyarországot is. A 8 milliót, a visszajött, most így gyorsan összeadnám a lakosságot, ezt a 8 milliót még oda dobjuk a visszajött olyan 2-3-4 millióért. És ez valóban így is lesz, be fogunk lépni a háborúba, és a háború végén nem csak a visszajött területek, hanem egész Magyarország egy ilyen romhalmaz lesz. Jó. Ugye itt említi, hogy ha Erdély visszajö, hát Erdély visszajö 1940 nyarán a második bécsi döntéssel a németek visszaadják Észak-Erdélyt és a Székelyföldet Romániától. A durva a helyzetben egyébként az, képzeljük el, hogy Románia is a németek szövetségese, meg Magyarország is, csak ugye éppen veszekedik Románia, meg Magyarország, és a németek az asztalra csapnak, és a kis csatlósaik között rendet raknak, és bizony a magyaroknak visszaadják Észak-Erdélyt, illetve a Székelyföldet. Jó, ez tehát a második bécsi döntés. Természetesen a magyar közvélemény hip-hip hurrá, nagyon örült, Teleki kevésbé, mint látjuk. És amikor megbukik ez a fegyveres semlegesség, az 1940-ben Jugoszlávia kapcsán fog megbukni. Ugye vettük, hogy Mussolini megtámadta Görögországot, de nem nagyon bírt vele, és Hitler ugye segítette őt, de ehhez le kellett rohannia ugye Jugoszláviát. Na, hogy a helyzet még pikánsabb legyen, 1940 legvégén a Jugoszlávia és Magyarország örök barátsági egyezményt kötött. 4 hónappal később Hitler megtámadta Jugoszláviát. És mindenképpen bele akarta a magyarokat húzni a háborúba, pontosan azért, amit Teleki nagyon jól látott, hogy alkalomattá, ha megszorul a német hadsereg, akkor a magyar hadsereget lehessen követelni. És Hitler tudta, hogy mivel lehet a magyarokat meggyőzni, természetesen területeket ajánlott Magyarországnak, hogyha segítenek megtámadni neki Jugoszláviát, akkor kaphat területeket, fölajánlott ezt a délvidéket, jó, tehát ezt így hívjuk, hogy délvidék, és a Mura közt ajánlotta fel a magyaroknak. Na most, ha ugye segítenek a Jugoszlávia elleni háborúba. Teleki ezt sem elutasítani nem tudja, hiszen olvastuk az előbb, a közvélemény meg van őrülve. Ha ezt ő visszautasítja, akkor tudja, hogy meglincselik az utcán, tehát agyonverik.
az egész kormány megbukik. Illetve, hát akkor még valami rosszabb jön helyette, tehát még egy sokkal szélsőségesebb német barát. Ezt meg semmiképpen nem akarta. De elfogadni sem lehetett, mert az angolok táviratot küldtek, hogy amennyiben Magyarország megtámadja Jugoszláviát, ez azt jelenti, hogy Anglia hadat fog üzenni Magyarországnak, azaz Magyarország mindenképpen belép a háborúba, belekeveredik a háborúba. Teleki, mivel ezt nem tudta feloldani, ezt az ellentétet, egy családjában egyébként viszonylag gyakori eszközhöz nyúlt, öngyilkos lett. Még a Monarchia idejében tanultunk arról a Teleki Lászlóról, aki ugye öngyilkos lett, amikor a felirati meg a határozati párt közötti küzdelmek voltak, és itt is, tehát úgy látszik ez a családjukban, ez egy ilyen hagyomány, úgymond, hogyha nem tudom az ellentéteket feloldani, akkor fegyverhez nyúlok. 1941 áprilisában, még mielőtt a magyar honvédsereg megindult volna, Teleki a dolgozó szobájában öngyilkos lett, és egy levelet írt Hortihoz. Ezt el lehet olvasni, ezt a neten ott van, és a végén ugye írja, hogy nem tartottalak vissza, bűnös vagyok, Teleki Pál. De hát nem tudta azt megemészteni, hogy megbukott ez a fegyveres semlegesség, hiszen, mint mondottam, az angolok azt mondták, ha a magyar hadsereg megtámadja Jugoszláviát, azonnal hadat fognak üzenni Magyarországnak. Magyarul Magyarország belekeveredik a II. Világháborúba a németek oldalán. Na most Teleki öngyilkos lett, az utóda, Bárdossy László, nem sokat lacafacált, és itt a nyilacskán látjuk, hogy a magyar hadsereg megtámadta valóban Jugoszláviát, és meg is kapta a kis jutalmacskáját, ez pedig nem volt más, mint ugye a Délvidék és a Muraköz, tehát Hitler tartotta a, úgymond a szavát. Na most, hogy Délvidéken mennyire nem fogadták túlságosan jól a magyarokat, illetve ugye itt azért kemény dolgok is voltak, például a 42. januárjában a szerb partizán akciók megtorlásaként magyar katonák és csendőrök agyonlőttek több ezer szerbet, itt Újvidék utcáit látjuk, ahol a holttestek ott vannak, 42. januárjában, és több ezer szerbet és több ezer zsidót itt az utcán, illetve a Dunába lövöldözték a holttesteket, itt lehet látni még. Jó, ezt hívjuk délvidéki hidegnapoknak, Cseres Tibor írt róla egy regényt, illetve ezt drámaként is feldolgozták, tehát színházakban is játsszák, ha valakit érdekel esetleg, akkor elolvashatja. Jó, nézzük akkor ezt a területet, tehát ez tér itt vissza a délvidéki terület, és akkor teljes lesz a revízió, tehát 38, 39, 40, ugye Észak-Erdély és 41 a Délvidék és a Mura köznek a visszatérése Jugoszláviától. Nézzük, hogy mennyi magyar tér vissza. A magyarok aránya közel 40%, itt a délvidéki, muravidéki részen, míg Erdélyben 51%. Ez azért van, mert ugye tudjuk, hogy ez a része, ez a középső része Erdélynek, ez elég kevert nemzetiségű. Jó, tehát akkor két revíziót még tanultunk, még egyszer gyorsan ismételjük át, tehát második bécsi döntés Észak-Erdély 1940 és 41 Jugoszláviától a Délvidék és a Mura köz. Na most egy eredménye lesz Teleki öngyilkosságának, méghozzá az, hogy az angolokat is annyira megdöbbenti ez a dolog, hogy mégsem üzennek hazat Magyarországnak, képzeljük el. Tehát Magyarország még egyelőre nem keveredik bele ebbe a háborúba, mert még egyszer mondom, az angolokra ez az öngyilkosság ez ilyen nagy hatással van. A hideg napokat megbeszéltük, tehát, hogy a magyar katonai alakulatok, meg csendőrök a délvidéken szerbeket és zsidókat lőnek agyon. A Duna is viszi a holttesteket. Egyébként ezt a szerbek vissza fogják adni a háború végén, amikor visszafoglalják ezeket a területeket. Bőségesen visszaadják egyébként, sajnos. 1941, nem állnak meg az események, ugye ez volt 1941 áprilisában, 41. június 22-én megindul a Barbarossa, azaz a Németország lerohanja a Szovjetuniót. Ugye mindenki gyors, könnyű német győzelemre számít, éppen ezért a kis csatlósok, Németország kis csatlósai közül Románia és Szlovákia azonnal belép a németek oldalán. A magyarok erre ugye megijednek, hogy ugye mi első bécsi döntés, Kárpátalja, második bécsi döntés, hát ezeket mi a szlovákoktól meg a románoktól kaptuk vissza ezeket a területeket. Hát mi lesz, hogyha mi nem segítünk, vagy nem megyünk a németek oldalán, vagy a németek megharagszanak, aztán visszaveszik.
Úgyhogy a magyar katonai vezetés azonnal rágni kezdi ugye Horthy Miklósnak, illetve Bárdossy László akkori miniszterelnöknek a fülét, hogy igenis nekünk is be kell lépni, menni kell és kész. Az biztos, hogy Hitler nem kéri a magyar vezetést a belépésre még ekkor, mert úgy gondolja, hogy a német hadsereg félkézzel is legyőzi pár hónap alatt a Szovjet Uniót, és úgy gondolja, hogy a magyarok azok csak ilyen szükségtelen kolonc lennének a nyakán. A magyar haderő azonban, a magyar katonai vezetés azonban mindenképpen menni akar, még egyszer mondom azért, mert hát a románok meg a szlovákok is mennek, akkor nekünk is kéne alapon. Nem tudjuk, hogy mi történik. 4 nappal a Barbarossa után, június 26-án Kassán egy vonatot, illetve magát Kassát, ismeretlen felségjelű gépek bombázták. Na hát, mert ez is érdekes, hogy miért nem volt rajtuk felségjelzés. Meg hogy ismeretlen. Na hát, innentől kezdve aztán mindenféle verzió van, hogy magyar gépek voltak, német gépek voltak, szovjet gépek voltak, ki volt, mi volt, volt mindenféle románok, nem tudom, van itt mindenféle verzió, amit elbírunk képzelni, hogy kik bombázták ezt a Kassát, illetve itt egy ilyen vonatot Kassa határában. Nem tudjuk, hogy kik bombáztak, viszont ami érdekes, ez van június 26-án, hogy 27-én, tehát mindenféle érdemi vizsgálat nélkül Bárdossy László miniszterelnök a parlamentben bejelentette, hogy beállt a hadi állapot Magyarország és a Szovjetunió között. Erre egyébként volt jogköre ez a kormányzó, tehát Horthynak a felhatalmazásával, ugyanis Horthynak erre joga volt, hogy a parlamentnek az engedélyét csak utólag kérje ki, hogyha hadat üzen. Tehát ebben a dologban Horthy maximálisan sáros egyébként. Tehát egyetlen nap után ők eldöntötték, hogy a szovjetek bombáztak, kész, tehát tényleg nem volt semmi kivizsgálás, beáll a hadi állapot Magyarország és a Szovjetunió között, és ekkor a magyar hadsereg egy részét el is kezdik a keleti fronton bevetni. 41 végén, ennek, tehát az lesz a szomorú következménye, hogy 41 végén Anglia hadat üzen Magyarországnak, és 41. december 7-e Pearl Harbor után, vigyázat, ez fordított lesz, Magyarország hadat üzen az USA-nak. Na képzeljük el, Bárdossy. Hát ugye ez azért elég érdekes, tehát az tényleg, amikor a bolha ugrál az elefánt lábán, és van is egy korabeli vicc egyébként, hadüzenet az USA-nak, ez csak egy vicc, egy elképzett beszélgetés, hogy hogyan zajlódhatott le az, amikor a magyar nagykövet hát átadta a hadüzenetet Rooseveltnek. Az Egyesült Államoknak küldött magyar hadüzenet kapcsán született a következő anekdota. A hadüzenet hírét külügyminisztere közölte Roosevelttel. Az elnök megkérdezte, Magyarország? Hát miféle ország az? Királyság. És ki a királyuk? Hát nincs királyuk, kormányzójuk van. Horthy tengernagy. Tengernagy? Jó ég! Már megint számolnunk kell egy ellenséges flotta támadásával. Ja, nem, elnök úr, Magyarországnak nincs tengeri flottája, sőt, tengerpartja sincs. Talán területi követelésük van? Nem, elnök úr, Romániától akarnak területeket szerezni. Hát akkor gondolom Romániának is hadat üzentek. Dehogy is, Románia a szövetségesük. Na hát körülbelül ez a logikai bukfenc az, ami, tehát jól mutatja a logikai bukfenceket, amiben Magyarország belekerült. Tehát Románia a szövetségesünk, és meg Szlovákia, és tőlük kérnénk ugye területeket, vagy további területeket vissza, de ők velünk együtt a németek csatlósai. Na, oké. A lényeg az, hogy Magyarország 41 végére 3 nagyhatalommal áll hadüzenet, tehát háborúba a Szovjetunióval, Angliával és az Egyesült Államokkal is. Hát ugye, ez nem túl sok jót. A Magyarország egyébként azért annyira mégsem akar a németeknek elköteleződni, de hát szoktam mondani, már cseszheti. 41 nyarán tehát megkezdődik Magyarországnak a kiszállítása egy kisebb hadseregnek, ez nem egy nagy hadsereg, egy 45 ezer fősereknek a keleti frontra. Látjuk, hogy rendkívül fejletti, a biciklikkel mennek, van pacik is, jó, tehát tényleg, de azért harckocsink is van egyébként, a toldi harckocsik, de látjuk, ezek tényleg ilyen remek bicikli, ez éppen jó. Nagy veszteségeik miatt egyébként decemberben, 41 decemberében visszahívják őket,
pedig ekkor még a német hadsereg ugye elég dinamikusan nyomul előre, a magyar egységek mégiscsak szenvednek veszteségeket, hát látjuk, hogy ezt a hadsereget egyáltalán nem arra találták ki, hogy egy nagy hatalom ellen háborúzzon, hanem arra találták ki, amit Teleki mondott, hogy a románokkal, a szlovákokkal, meg a jugoszlávokkal szemben esetleg fölvegye a kesztyűt, de nem egy nagy hatalom ellen agyalták ezt ki, mint a Szovjetunió. Arra egyáltalán nem volt jó, úgyhogy elég nagy veszteségeket szenved, és hazahívják őket. Aztán Horthynak is elege lesz Bárdosiból, főleg miután ugye mindenkivel háborúba keveredünk, kinevez egy új miniszterelnököt, Kállai Miklóst. Kállainak azt a feladatot adja, hogy lazítsa a német szövetséget, és keressen kapcsolatot az angol száz hatalmakkal, Angliával, Amerikával, hogy hogyan lehetne esetleg mégis kilépni ebből a háborúból, mert mégse olyan nagyon, nagyon tuti ez. Ezért aztán Kállai titkos tárgyalásokat kezd az angolokkal a semleges Törökországban, és nem kisebb nevet küld oda, mint Szent Györgyi Albert, tehát a Nobel-díjas, akkor már Nobel-díjas tudós, hogy tárgyaljon, hogy hogyan lehetne mégis Magyarországnak kimászni a háborúból. Igen ám, de ugye közben a németeknek meg el kell játszani, hogy mi a szövetségeseik vagyunk, hiszen tőlük kaptunk területeket, immáron négyszer is. És ezért aztán például Kállai bevezeti a harmadik zsidó törvényt, ami megtiltja a zsidók és nem zsidók házasságát, de Kállai nem hajlandó deportálni a zsidókat Auschwitzba, tehát a haláltáborokba, és a sárga csillagot sem vezetik be, tehát ugye, hogy a zsidóknak fel kell varni a ruhájukra a sárga csillagot. Kállainak ezt az érdekes politikáját, hogy ki akar lépni a háborúból, de közben ugye a németeknek is játssza a jó fiút, és teljesít bizonyos követeléseiket, úgy hívjuk, hogy hinta politika. Kállai féle hinta politika, vagy Kállai kettős, ugyanis van egy ilyen tánc, tehát kettőt jobbra, kettőt balra, kettőt a németek felé, kettőt az angolok felé, oda-vissza, elkezd így játszani, hogy hát, ha ki lehet. És a hinta egyszer a németek felé lendül ki, mikor zsidó törvényt hozunk, másodszor meg az angolok felé, amikor Szent Györgyit ugye elküldjük Törökországba. Ezt hívjuk tehát Kállai Miklósnál ezt a hinta politikának. Hát olyan hinta politika lesz, ugye, hogy majd Kállai fog leszédülni a hintáról, jó szokás szerint. Na, és akkor nézzük a tragédiát. 41. decemberében ugye a moszkvai csata, ezt tanultuk, a német hadsereget megállítják a szovjetek, és most jön a számlabenyújtás. A németek ugye bajba kerülnek, és kell nekik ez a kis magyar hadsereg. Ugye mondtam, hogy azt a kis 45 ezreset erre az időre már hazaküdték, mert biciklivel azért az orosz télben nem nagyon lehet nagyon biciklizni. És 42 elején, itt fotó is készült róla, itt lehet látni Keitelt, a tábornokot, itt pedig Ribbentrop külügyminiszter Magyarországra érkezik, és követeli a teljes magyar haderőt, hogy vessék be a keleti fronton. A teljes magyar haderő ez egy félmillió sereg lett volna, két hadseregből állt, az első meg a második számúból. Na most Kállaiék ugye elkezdenek alkudozni, mondják, hogy ők mind a kettő hadsereget, tehát az egészet nem fogják elküldeni, megegyeznek abba, hogy 42 tavaszán a második magyar hadsereget szállítják ki a frontra. Ez sem kevés Magyarország lakosságának arányához képest, mert 200 ezer katonát és 50 ezer munkaszolgálatost jelent. Tehát 250 ezer embert. Na, értelmezzük a dolgokat, a katonát szerintem mindenki el tudja képzelni, a munkaszolgálatos egy kis magyarázatot kíván. Kik azok a munkaszolgálatosok? A munkaszolgálatosok olyan zsidónak számító magyar férfiak, akik nem lehettek katonák, mert ugye zsidó származású ember kezébe a zsidó törvények értelmében nem adható fegyver. Tehát ehelyett fegyvertelenül a fronton árkokat ástak, aknát szedtek, tehát a legdurvább és a legveszélyesebb műveleteket folytatták, hiszen az aknaszedés közben elég könnyen meg lehet halni. Esetleg különböző üzemekben dolgoztak, hogyha nem a fronton voltak, rendkívül embertelen körülmények között, és általában ők voltak az elsők, akiket ugye beáldoztak, hogyha szorult a hurok. Tehát még egyszer mondom, a munkaszolgálatra a zsidó férfiakat vitték, és ugye fegyvert nem kaphattak, tehát itt is látszik, hogy itt ásnak. Tehát ilyen csákányokkal. Na most hova kerül ez a második magyar hadsereg? Hát a Don folyónak a partjára kerülnek. Látjuk, hogy nem egyedül vagyunk, itt a második német hadsereg, itt vagyunk mi. Aztán az olaszok is itt vannak, a románok,
Jó, németek, megint a németek, és megint egy román hadsereg. A Don folyó partjára és a hadműveletek összefüggnek a sztálingrádi hadműveletekkel is. Tehát ezeket így együtt érdemes kezelni. A magyarok és az olaszok, románoknak az volt a feladata, hogy a Don folyón biztosítsák a védelmet, tehát hogy a szovjet hadsereg ne kelhessen át a Don folyón. Itt föl kellett volna magyarul tartóztatni a szovjet támadást. Hát nem sikerült. Nagyon rossz körülmények uralkodtak, a magyar hadsereg nem erre volt kiképezve, a papírtalpú bakancsok nem igazán bírták a dolgot, a felszerelés tehát hiányos volt, és egyébként is ugye a németek sem segítettek ebben. És 1943. januárjában megindult a szovjet ellentámadás, tehát innen, és gyakorlatilag elsöpörte az itteni hadseregeket, nem csak a magyarokat, hanem ugye az olaszokat és a románokat is. És ugye ezzel egy időben indult meg ugye Paulus 6. hadseregének a felszámolása Sztálingrádban. A magyar hadsereg tragikus veszteségeket szenved, körülbelül 120 ezres veszteséget könyvelhetünk el, tehát nagyjából a hadsereg fele, sebesült, hadifogoly és halott. Jó, tehát a sebesült az úgy sebesült, ugye, hogy többet nem nagyon épül föl, tehát végleges sebesülés szenved, hadifoglyok és halottak. Itt ugye látjuk a halottakat, a fejfát, a menekülést, a hadifoglyokat. Itt pedig ugye egy anyát látunk, akinek ugye a fiát viszik, ugye, amikor bevaginorozták, tehát elvitték őket a második magyar hadsereget, és valószínűleg ő már tudta, hogy mi vár a fiára. Itt is a menekülés képeit látjuk, hóviharba. És a németek sem voltak igazán bajtársiasak, ami eszközök volt a magyaroknak, hiszen ők is menekültek, ugye, hiszen itt német hadsereg is volt, a németek is menekültek, és ami eszköze volt a magyaroknak, például autók, vagy bármi, azt elvették tőlük egy az egybe. Tehát ezt úgy hívjuk, ez egy nagy katasztrófa, ez Mohácshoz mérhető katasztrófa. Tehát 1943. januárjában a szovjetek gyakorlatilag ezt a második magyar hadsereget nagyjából megsemmisítik, a roncsai térnek már csak haza. Kállainak lépnie kell, ezután teljesen nyilvánvalóvá válik ugye a Sztálingrád, illetve hát itt a Doni katasztrófa után. Ugye azért hívjuk Don kanyarnak, igen, mert ugye otthon biztos így ismerik inkább, hogy a Don kanyar, itt ez a kanyarulat lehet látni itt a Donnál, így is hívjuk, tehát Doni vagy Don kanyari katasztrófának. Na, szóval Kállai lépései. Nyilvánvalóvá válik, hogy Németország elvesztette a háborút. Ugye Sztálingrád, illetve itt a Doni áttöréssel nyilvánvaló volt, hogy a Szovjetunió ezt meg fogja nyerni. Ezért még aktívabban keresi az angol száz hatalmakat, még aktívabban tárgyal, stikában, titokban a kilépésről. Csak hogy ugye a németek is tudnak ezekről a titkos tárgyalásokról, amelyek ugye hát már annyira talán nem is titkosak. És Kállai is tart attól, hogy a németek megszállják Magyarországot, ugyanakkor azonban Horthyék nem igazán tesznek előkészületeket arra, hogy mit tudunk akkor tenni, hogyha a németek arra szánják magukat, hogy megszállják Magyarországot, mert ugye félnek attól, hogy Magyarország majd átáll az angol szászok oldalára. Ezt nem tudjuk. Jó. Házi feladat, a mozaikos munkafüzetnek az az egy oldala, a füzetet beírhatod, vagy ha kinyomtatod, akkor megcsinálod. Kicsit húzós lesz ez a két lecke, de vigasztaljon a tudat, ha ezzel végzünk, akkor utána már csak maximum filmeket fogunk nézni. Jó, tehát az utolsó héten én már csak azt tervezem, úgyhogy jövő héten írjuk meg azt a röbb dolgozatot ebből a két leckéből. Léci, ezt még tanuld meg, és utána már boldogok leszünk. Na, hoztam egy kis videót a végére. Jó, ennek az elejét fogjuk megnézni, nem a teljeset, mert ez végig van. 1941. június 22-én a hajnali órákban Németország megtámadta a Szovjetuniót. A magyar felső vezetés eltérő véleményen volt abban a kérdésben, hogy részt vegyünk-e a háborúban vagy sem. Wert Henrik vezérkari főnök meg volt győződve arról, hogy ez a hadjárat csak 6 hétig fog tartani, és nekünk mindenképp részt kell vennünk a háborúban, hiszen csak így lehet garantálni, hogy további területi juttatásokat fogunk kapni német segítséggel, és elérhetjük az 1000 éves határokat. Azon a helyen, ahol most vagyunk, a miniszterelnökségen,
Bárdossy László másképp gondolkodott. Bár ő is német barátpolitikát folytatott, de nem kívánt mindent egy kártyára tenni, ő a háborúból a legszívesebben a kimaradást preferálta volna. Azonban volt egy harmadik erőcentrum is. A kormányzó személye Horthy Miklós gyűlölte a Szovjetuniót, és a legkártékonyabb politikai berendezkedésnek a kommunizmust tartotta. És ő kezdettől fogva azon a véleményen volt, hogy ezt az alkalmat végre ki kell használni, hogy azt a rákos gócot, amelyik Európa testén elburjánzik, most meg lehet fékezni. Június 22-e után azonban Magyarországon is több incidensre került sor. Rahó mellett szovjet gépek végigépuskáztak egy vonatot, illetve Kassát június 26-án ismeretlen eredetű, részben egyesek által szovjeteknek vélt gépek megbombázták. Utóbbi eset máig nem tisztázott, de igazából a háború szempontjából sajnos azt kell mondanom, hogy mindegy is. Mindenki ugyanis ürügyre várt, leginkább Horthy Miklós. Kihasználta azt, hogy a kormányzónak joga volt a hadiállapotot kinyilvánítani, tehát hadüzenetet sem kellett úgymond tenni, a parlament hozzájárulását se kellett kikérni, csak utólag, így került be Magyarország a II. Világháborúba. Az 1941. júniusi magyar hadbalépés után a szövetségesek nem üzentek automatikusan hadat Magyarországnak. Erre, ha ők nem, hát mi megtettük. A december 11-i német és olasz hadüzenet után másnap a magyar is megérkezett Washingtonba, ahol a széles körben elterjedt legenda szerint a következő párbeszéd játszódott le a külügyi tisztviselők között. Uram, baj van, hadat üzen nekünk Magyarország. Ajaj, az meg miféle ország? Egy kis királyság valahol Kelet-Európában. Királyság? Na és ki a királyuk? Az nincsen nekik, egy ellentenger nagy a vezetőjük. Ellentenger nagy? Nos csak hát melyik tenger mellett fekszik ez az ország? Tengerük az nincsen. És miért üzentek nekünk hadat? Területi követelésük van? Igen, de nem velünk szemben. Hát kivel szemben? Romániával szemben. Akkor meg miért nem Romániának üzennek hadat? Mert Románia a szövetségese Magyarországnak, uram. A párbeszéd így valószínűleg nem hangzott el, de jól érzékelteti a hatalmi arányokat. Az amerikaiak ismeretei és értékelése Kelet-Európáról valószínűleg hasonló lehetett, és ez nem sok jóval biztatott a háború utáni tárgyalásokat illetően. Minden esetre a magyar hadüzenet a Fehérházban túlságosan nagy vihart nem kavarhatott, mert nem siettek viszonozni. Az Egyesült Államok csak egy fél év múlva, 1942. június 5-én üzent hadat Magyarországnak. Az 1941-es szovjet hadjáratban történő magyar részvétel egyáltalán nem tekinthető formálisnak. A magyar hadsereg ugyanis több mint 93 ezer emberrel, az összes gépesített egységével és a lovas, gyorsan mozgó alakulatok nagy részével is részt vett ebben a hadjáratban. A magyar részvétel ugyan jelentősnek mondható a honvédség létszámát és felszerelését illetően, ennek ellenére már 1941 nyarán kiderült, hogy azzal a felszereléssel, amivel Magyarország rendelkezik, nem lehet megvívni egy világhatalommal semmiféle háborút. A magyar haderő fegyvereinek és felszerelésének a többségét hazai gyárakban állították elő, és pár a svéd és cseh licensz alapján készített toldi vagy turán tankok gyenge páncélzatáról és tűzerejéről néha lenézően beszélnek, de hát egyrészt tudni kell, hogy a fejlesztésüket már a háborús körülmények között végezték, és a háború végéig sem fejezték be. Másrészt ezeket a harckocsikat nem arra a feladatra szánták, mint mondjuk a Tigriseket és a T-34-eseket, tehát nem világháborús részvételre, páncélos csatákra, hanem inkább a környező ellenséges országok hadseregei elleni harcra, amelyre talán alkalmasak is lettek volna. Sajnos a magyar gyártmányú repülőgépek és harckocsik többségét, mint például a Zrínyi rohamlöveget, a Csaba felderítő páncélkocsit, vagy a Héja és a Sólyom repülőgépeket csak filmeken és fényképeken tudjuk megmutatni. Kézbe vehetjük viszont például a Királypál által tervezett géppisztolyt, amely nagyobb teljesítményű fegyver volt, mint a német géppisztolyok. Ráadásul rendelkezett egy egészen különleges tulajdonsággal. Ugye ránézésre nem is géppisztolynak, hanem közönséges puskának látszik, ugyanolyan, mint az a másik, amelyik valóban puska. Ugyanis a korabeli harcászatban az ellenség mesterlövészei gyakran kiszúrták a géppisztolyos katonát, és elsőként őt lőtték ki. Ezt a fegyvert viszont úgy tervezték, hogy könnyen összetévezhették egy egyszerű puskával. Az elejére még szuront is fel lehet tenni, hogy teljes legyen a megtévesztés. Így aztán nem vált potenciális célponttá a géppisztolyos katona. Ez pedig itt a híres és retteget Vécsei kézigránát. A háborús filmekben ugye azt látjuk, hogy amikor egy katona eldob egy kézigránátot, akkor kihúzza a biztosítószöget, számol néhányat, és úgy dobja el a gránátot, mert azok úgynevezett késleltető gyújtóval rendelkeztek, vagyis a kibiztosítás után körülbelül 4-5 másodperccel robbantak.
Ezért fordulhatott elő, hogyha az ideges katona túl korán eldobta, akkor az ellenségnek volt ideje azt visszadobni. A Vécsei gránát azonban a forgás centrifugális erejétől élesedett be, és a becsapódáskor azonnal robbant, ezért nem tudták visszadobni. Hátránya volt viszont, hogy puha talajra például hóba becsapódva gyakran nem robbant fel. Horthy Miklós 1941 őszén tapasztalhatta azt, hogy a háború mégsem világháború, a Szovjetunió nem fog összeomlani, és aggódni kezdett, hogy Magyarország ebből a háborúból nem fog tudni jól kiszállni. Ezért új megoldást keresett, és Bárdossy László helyett Kállai Miklóst nevezte ki 1942. márciusában miniszterelnöknek. Kállai kinevezését megelőzően azonban a német nyomás Magyarországra már komoly volt abban az értelemben, hogy Magyarország még nagyobb katonai erőkkel szálljon bele a közös harcba a bolsevizmus ellen. 1941. decemberében Wilhelm Keitel vezértábornagy, a német véderő főparancsnoka, a vezérkari főnöke Magyarországon tartózkodott, és itt alkutták le a magyar háborús részvételt az eredetileg követett teljes hadseregről, egy 9 hadosztályos alakulatra, ami a későbbi második magyar hadsereg lett. A második magyar hadsereg kiszállítása a hadműveleti területre, azaz a Don partja mellé, ennél jóval hátrábra, 1942. májusában kezdődött meg. A második magyar hadsereg légierejének tartalékos főhadnagyaként jelentkezett frontszolgálatra 1942. májusában a kormányzó fia és egyben helyettese Horthy István, aki egyébként szenvedélyes pilóta volt. A repülővizsgáját a diplomájával együtt kapta meg. Augusztus közepén már éppen lejárt a kitűzött szolgálati ideje. 14-én még kért 3 nap eltávozást, amikor vöröskeresztes nővérként a frontra érkezett a felesége. Tőle tudta meg Kijevben, hogy már augusztus 11-én minisztertanácsi döntés született a hazahívásáról. 19-én személyesen kérte Jányi Gusztáv hadseregparancsnoktól, hogy még egyszer felszállhasson, hiszen addig 24 harci bevetésen vett részt, és szerette volna 25 bevetéssel elhagyni a frontot. 1942. augusztus 20-án tehát utolsó felszállásként azt a feladatot kapta, hogy egy hajnali bevetésen fedezze egy közelfelderítő gép repülését. De 5 óra 7 perckor lezuhant, és a gépe felrobbant. A közismerten náci ellenes Horthy István haláláról azonnal különféle legendák kaptak szárnyra. A hazai közvélemény és maga Horthy kormányzó is úgy vélte, hogy a németek által szervezett merénylet történt, de erre semmi bizonyíték nincs. Az is elterjedt, érdekes módon a háború idején elsősorban a németek és a nyilasok, a háború után pedig a marxista történelemírás terjesztette ezt a verziót, hogy az István napi iszogatás után részegen szállt fel a kormányzó helyettes. Akik azonban ezt találták ki, azok nem tudták, hogy a református Horthy nem augusztus 20-án ünnepelte a névnapját. Műszaki hibára utaló nyomot sem talált a vizsgálat, bár a gép porig égett, ezért teljesen nem zárhatták ki a műszaki hiba lehetőségét sem. A legendákat cáfolandó, a repüléssel hivatásszerűen foglalkozó szakemberek többsége viszont inkább azt valószínűsítette, már akkor is és ma is, hogy pilóta hiba történt. Horthy István egy elhibázott manővert, egy kis sebességgel, alacsony magasságban, 3-400 méteren túldöntött fordulót hajtott végre, és az utólag páncélozott, emiatt orrnehéz, bepördülésre hajlamos orosz Redzsáne, azaz később magyar típus nevén Héja vadászgép, dugóhúzóba került, amiből a kis magasságon már nem lehetett kivenni a gépet. 1942 nyarán a hadi helyzet teljesen nyugodtnak tűnt. Ennek ellenére a magyar katonai felső vezetés tisztában volt azzal, hogy a második magyar hadsereg egy reménytelen helyzetben van. 1943. január 11-e és 13-a között megindult a szovjet hadsereg támadása, amely napokon belül darabokra szaggatta a hadsereg arcvonalát. A történet tudományban és a köztudatban is a második hadsereg tragédiája, mint egy második Mohács él. Valójában, bár a veszteségek rettenetesek voltak, a magyar hadsereg nem semmisült meg teljesen, sőt a több mint 200 000 fős élelmezési létszám egy jelentős része vissza tudott jutni a saját vonalakig, bekerítésből bekerítésbe harcolta magát haza. Végül az összlétszámnak mintegy negyede került veszteséglistára, 26 000 hadifogoly és 26 000 meghalt, eltűnt személy, de még ezentúl rengeteg sebesültet vittek a hadi kórházba. A kormányzó maga is rájött legkésőbb a katasztrofális doni vereség, illetve a sztálin-leli tragédia, német tragédia
hatására, hogy a háborús aktivitást minimumra kell csökkenteni, és meg kell keresni valahogy az összekötetést az angol szászok felé. Ezért különböző csatornákon a magyar diplomácia titkos személyeken át Törökországban felvette a kapcsolatot a nyugati szövetségesekkel, és 1943. szeptember elején meg is született egy megállapodás. A szövetségesek feltétel nélküli megadást akartak, valamint azt, hogy Magyarország azonnal lépjen be a háborúba az ő oldalukon. Nyilvánvaló volt, hogy ezeket a feltételeket megvalósítani gyakorlatilag lehetetlen. Ja, ugye itt érdekességeket láttunk egyszer a fegyverekről, másod pedig arról, hogy Horthy Miklós is kénytelen volt elkönyvelni egy tragédiát a családján belül. A kormányzó helyettesének választott nagyobbik fia, Horthy István meghalt egy gépszerencsétlenségben. Jó, innen folytatjuk, ugye német megszállás, és még ennél is sokkal sötétebb időszak, mint amit most tanultunk. Jó, én köszönöm szépen a figyelmet és a szorgalmatokat, a kitartásotokat, úgyhogy hajrá!